László Győző alpolgármester a Kámon-Herényi városrészen indul képviselőjelöltként az Éjjel-Szombathely színeiben a júniusi önkormányzati választáson. Erről a politikus maga számolt be közösségi oldalán vasárnap. Több háztartásba is bemutatkozó szórólapot juttatott el. Ezzel kapcsolatban emelt kifogást a körzet jelenlegi képviselője. Horváth Gábor sérelmezi, hogy az önkormányzat címere szerepel a szóróanyagon. Szerinte László Győző úgy akarja beállítani magát, mintha párton kívüli lenne, miközben a Momentum helyi elnöke, tehát pártpolitikus. Illés Károly hangsúlyozta, rendelet szabályozza az önkormányzati jelképek használatát. Tény, hogy a kampányidőszakra más szabályok vonatkoznak, ha tisztségviselő és jelölt személye ugyanaz, és még nincs kampányidőszak. Ez a szórólap mégis alkalmas a megtévesztésre. Felszólította László Győzőt, hogy ezt a tevékenységet hagyja abba, használjon pártlogót és ne a város címerével küldje ki a szórólapjait. Hozzáfűzte, felvetődik a kérdés, hogy önkormányzati pénzből folytat-e kampányt László Győző, erre is választ várnak. Horváth Gábor a Rumirajki utca felújításával kapcsolatban emelt minőségi kifogást. 25 cm magas kavicsos patka készült, ami szerinte balesetveszélyes. Ide tavasszal szegélyt kell építeni. Mint mondta, az utcának csupán egyharmada újult meg, és a lakók fel vannak háborodva, hogy a hátralévő szakasz nem szerepel az idei útfelújítási programban. A képviselő arról is beszélt, hogy a Ne felejts és a Vadrózsa utcákat is fel kell újítani a következő tanévkezdésre, mert az itt lévő intézményeknek ez rendkívül fontos lenne. László Győző közleményben reagált az elhangzottakra, idézem. Fontos feladatomnak tartom, hogy megismerjem a szombathelyiek véleményét, mert ez alapján végzem a munkámat. A szórólapjaim nem önkormányzati finanszírozásból készültek. A magam részéről továbbra is az útfelújításokon szeretnék dolgozni, jelenleg a Ne felejts utca felújításának előkészítése zajlik, amely előreláthatólag május végéig be is fejeződik. Amíg mások csak beszélnek, én inkább dolgozom. Éljen Szombathely!